kérdéseket, ahogy azt megszokhattuk ilyenkor, amikor a kötött fogást elkezdjük felvenni, már látható, illetve olvasható a Magyar Hang Bot Péter Ákossal a címlapon. Amiről nem beszélünk, az Lionel Messi, és nem beszélünk arról is, hogy a Kati elég furcsán viselkedett a adás előtt, Balázs a tanúm rá. Amiről viszont beszélünk, színművészeti elvonás az Igaz Gyöngytől, illetve az Iványiéktól, teniszre jut pénz, egy-egy dolgokra nem, és hát természetesen a vírusról is, illetve ha marad idő, akkor érintjük Rózsa Pétert is, és hogy kikkel, Lukács Katalinnal. Szeretettel köszöntök mindenkit is, remélem most már megfelelő az öltözékem, mert múltkor sok kritikát kaptam, hogy látszódott a bőröm. Rózsaszínben nem divat, Kati. Dehogy nem. Csintalan Sándor. Jó napot, magyarok! Gulyás Balázs. Jó napot. Rehért János. Adj Isten. Színművészeti Egyetem. Nem közeledtek finoman szólva a álláspontok. Tegnap találkozott a vezetés Vinyánszky Attilával, vagy a volt vezetés Vinyánszky Attilával. És hát Vinyánszkytól ma olvastam valami olyasmit, hogy szinte minden kérdésben torony magasan, vagy teljesen más a véleményük. Mindenről. A másik oldal is ezt mondja egyébként. Tehát ez szerintem valószínűleg ez fedi a valóságot. Én azt mondanám az egyetemistáknak, hogy próbálják meg cáfolni Adit. Adi Endrét cáfolják meg, ugyanis Adi azt mondta, hogy a magyarok az a hőkölés népe. Hát most ők ne hőköljenek meg, hanem ezt vigyék végig. Így lehet bekerülni egyébként a történelemkönyvekbe, ahogy ők csinálják. Ennyire organikusan, vagy természetesen, vagy ennyire szívből, és nem mindenféle manír nélkül, majd ahogy ők a színpadon is valószínűleg manír nélkül fognak alakítani szerepeket, úgy alakítsák most ezt az életbeli szerepet is, mert egyelőre a jó úton járnak, és ebből tényleg én is azt mondom, bár én mindig pessimista vagyok, de azt mondom, hogy ebből lehet valami. Nem az lesz, hogy kifárasztják őket? Én biztos meg fog történni, de ugyanazt érzem, tehát osztozom Balázs lelkesedésében, hogy ami az Index volt most július végén, az ez a történet, és nagyon érzem, a vidéken is most hét elején a Borsodabó-Zemplén megyében kampányoltam, és érzem azt, hogy mozdul valami. Szerintem nem csak én képzelem bele, hát sok mindent kampányoltam már, sok felé jártam már az országban, és érzem azt, hogy ez most már nem ugyanaz az ország, mint az elmúlt 10 évben, hogy tényleg hőkölve estünk hanyattan erre szemben. Még ezzel bármi történhet, még becsicskulhatunk, még bármi lehet, de most, vagy visszacsicskulhatunk, de most talán van egy pillanat, amit megragadhat a nemzetünk, és nem, végre nem az van, hogy akkor az ellenzéki pártok, mert örülök neki az Index szerkesztősége, meg ezek a hallgatók, vagy a vidéken az ottani küzdők, református közösségeket látogattam meg, akik lehetetlen helyzetben próbálnak közösséget szervezni. Ők a Magyarország jövője, és nem az ellenzéki politikusoktól kell várni, hogy előre menjenek, hanem ők kövessék azokat, akik küzdenek. Na, hát én nagyon sokat szeretnék mondani, és ennyi mondhatom? Na, szóval, hogy az egyik, de a Balázsnak a... Szegény szundikál, és erre beprovokálom. Szóval Balázs váltott, akivel mégis ezzel kezdem, amit egyébként nem gondoltam, még idefele évet se annyira fontosnak, de most nagyon fontosnak gondolok, hogy igazándiból valószínűleg a színművészeti hallgatók rátaláltak ennek a rendszernek a legyőzését szolgáló himnuszra. Ez a kicsi vagyok én, majd megnövök én, ez zseniális, ez egyszerűen csillagos ötös. Azt kívánom nekik, hogy énekeljék el, sőt nem is kell semmi mást. Szívesen csatlakoznék, ha nem volnék fahangú, teljesen jó. Ez szíven szúrása a mostani rezsimnek, főleg azért, amit Kati mondott, azt én is érzem, hogy az emberekben egyre inkább véget ér a türelem. És mivel a rezsim ugye folyamatosan azt hazudja, hogy többsége van, pedig nincsen többsége, csak relatív többsége, ez a relatív többség ugyan kitart mellette, de a másik oldal egyre inkább felhorgad. És ez a felhorgadás megkezdődött, és igazándiból tulajdonképpen azt hiszem, hogyha narancssárga fiúk összeülnek, akkor tudják, hogy azt rontották el, hogy ezt a dolgot is a nyáron kellett volna megcsinálni. Belefutottak a tanévkezdetbe, belefutnak most megint a vírus miatt egy társadalmi idegeskedésbe, úgyhogy én nem tudom, én ennek tudom be azt, hogy a
Ugye Vidnyánszki Attiláék most hirtelen elkezdtek egyezkedni. Egész más hangon beszélnek két napja, mint előtte beszéltek. Most hirtelen rájönnek, hogy ők kompromisszumot akarnak, stb. Én így látom. De mire gondolod? Hát arra, hogy rájöttek, hogy nekik ez most kínos. Ahogy az Index ügyét nyáron el lehetett intézni, ugye ezt most nem lehet majd elintézni. De nem erre a kérdésre válaszoltál. Azt mondtad, hogy másképp beszélnek. Ők másképp beszélnek. Nem lehet, hogy valamit. Hát egy példát, de itt fog megparadni. Keresik a konszenzust. Valahogy igyekeznek elérni. Konszenzus? Hogy ne, igen, a K-betűig nem jutnak el, János. Ne viccelj vele. Balázs, azt akarják, hogy a másik oldal tegyen úgy, mintha itt valamilyen megállapodás született volna. És ne felejtsd, hogy mögöttük áll a nagyobb sajtóerő, ezt a konszenzus kereső lelkületüket majd be fogják tudni mutatni a sajtónak. Az, hogy nektek esetleg abban igazatok van, hogy nem keresik a konszenzust, mert bolsevikok, lelkükben bolsevikok, csak az erőből értenek, és erőben vannak. Ez a kettő most nem zárja ki egymást. Vidnyánszki Attila most hirtelen elkezdte előadni a nagy megértőt. Pont most, az elmúlt két napban. Előtte nem törekedett ilyesmire, most úgy tesz, mint aki majd meg akarja érteni a hallgatókat, meg a tanárokat, meg hogy itt mennyi jó dolog volt. Nézd meg, hogy mit nyilatkozott korábban, most hirtelen rájött, hogy itt mennyi jó dolog volt. Én azt láttam, egyébként, hogy bement az ATV stúdiójába és zsidózott egyet. Én ezt láttam Vinyánszki Attilával. De az mikor volt? Szerintem nem volt zsidózás. Igen, ebben óvatosan, gyerekek. Amit a zsidózásnak mond, az úgynevezett liberális értelmiség, az mindig a visszájára fordul. Bocsánatot kérek. De amikor az van, akkor viszont, amikor szerintem az van, akkor én kimondom, hogy szerintem az van. Ez szerintem az volt. Én szerintem azért nem feltétlenül volt az, mert én megértem azt, hogy a szüleimet is hazátlannak, nemzedietlennek tartották pusztán azért, mert baloldaliak, nem azért, mert zsidóknak gondolták volna őket, hanem sajnos van egy ilyen toposz, hogy aki nem a Fideszre szavaz, az már keresztényietlen, meg az már hazaáruló. És az is épp elég szégyen teljes. De hát ez szerintem nem volt zsidózás. De... Szabad megszólalni. Tehát egyrészt azt szeretném előre bocsájtani, hogy zavar engem, hogy a többi egyetem esetében is, és az utóbbi időben is főleg. Sosem, egy nagyon fontos kérdésről nem esik szó. Nevezetesen arról, hogy mi is történt, és mi van a jogszabályban, és mi a döntések tartalma. Mert az a látszat keletkezik, minthogyha itt a két fél egyezkedési szándékán múlna bármi. Csókolom! Arról van szó, hogy a hatalom privátban magánba odaadta a kuratóriumnak magántulajdonba azokat az egyetemeket, amelyeket már odaadott. Tehát arról szól a történet, lehetne ezt egyébként egy kicsit optimistán is nézni, hogy azért ők tudják, hogy ennek egyszer vége. Tehát ahhoz, hogy a úgynevezett kulturális monopóliumokat, intézményi monopóliumaikat megőrizzék, ehhez ezt el kell tolni az államtól, és oda kell adni olyan abszolút lojális személyeknek, akiktől egyébként egy újonnan megválasztott parlamenti többség és annak kormánya jogszerűen nem tudja visszavenni. És egyébként a kuratóriumok azt csinálnak, amit akarnak. Tehát, ha mondjuk úgy hozza a sors, akkor akár az állami finanszírozás megvonásával, mert elég nyilvánvalóan megmondták, hogy mi a bajuk vele, azt, hogy ezek ők, belvárosi libernyákok, a zsidó toposzra egyébként ráhangolva hazaárulók. Szeretném felhívni a kedves beszélgető társaimnak is a figyelmét arra, hogy érdemes elolvasni azért a Pulcázat 20-as, 30-as éveinek publicisztikáját és irodalmát, ugyanezeket a kifejezéseket használják, azzal a különbséghez, hogy ködben megtörtént a holokauszt, meg a magyar polgárháború, mert nevezzük ezt nyugodtan, mert az volt a nyilas hatalom átvétel után Magyarországot. No szóval, tehát ebben az esetben nincs miről tárgyalni. Kérem, János, elveszem a telefonodat, vagy a tulajdonodat, a magyar állam bitorlói jelenállás szerint elveszik tőlünk, a magyar államtól, a magyar közösségtől, a társadalomtól az egyetemet, és odaadják öt emberüknek. Mondd már meg, hogy ebben az összefüggésben miről lehet tárgyalni.
Nekik az a kényszerhelyzetük, hogy az egy rohadt nagy probléma lenne, ha mondjuk bevonulnának öten, és nem volna, hogy senki az egyetemen. Se hallgatók, se oktatók. Tehát az átmenetet valahogy nekik kell túlélni, túl kell valahogy élniük. Na, egyébként így zárójelben jegyzem meg, hogy a kialakult helyzetben azt hiszem, hogy én az oktatók helyében ott ülnék a hallgatók között. Mindaddig, ameddig erőszakonnan el nem távolítanak. Ezek az urak nem fognak visszalépni. Most az a kérdés, hogy elviszik-e ezt a dolgot az erőszakig. Mert ebben a kérdésben csak egy módon lehet visszalépni. Ha és amennyiben beengednek olyan, nem hozzájuk, hanem a szakmához, a magyar kultúrához lojális személyeket a kuratóriumba, amelyek egyébként személyes megjelenésükkel megakadályozzák ezt a lopást. Én most a Sándorral értek egyet, mármint Csintalan Sándorral. Ez egy úthenger, ami megy előre, és nem áll meg. Tehát semmilyen visszakozást nem látok, semmilyen kompromisszum keresést nem látok. Azt csinálják, ahogy a Sándor mondta, azt csinálják, amit akarnak, illetve, hogy ezt hat pontosítsam, amit Orbán Viktor akar, azt csinálják. Ez az öt ember a kuratóriumban. Azt a kérdést kell feltenni, és erre, ha megkapjuk a választ, vagy megadjuk saját magunknak a választ, akkor megkapjuk az egész képletet, hogy ezek az emberek azért kerültek oda, hogy jó színház és filmművészeti egyetemet csináljanak, vagy azért kerültek oda, mert hűségesek ehhez a hatalomhoz. Ha erre megválaszoljuk, mert egyébként persze mindenhol elhangzik, hogy Vinyánszky Attila egy jó filmrendező, persze, egy jó filmrendező, de azért került oda, vagy színházi rendező, bocsánat, de azért került oda, mert egy jó színházi rendező, vagy azért került oda, mert Orbán Viktor akaratát hajtja végre. És bocsánat, egy közszolgálati egymondatom hadd legyen. Voltam ma a Színházi és Filmvészeti Egyetemnél, vittem a Friss Magyar Hangból nekik egy pár példányt. Fönt van a Színházi és Filmvészeti Egyetem hallgatói önkormányzatának a Facebook oldalán egy lista, hogy mire van szükségük. Úgyhogy a nézők, akik tudják őket támogatni, azok legyenek szívesek oda ellátogatni, és abból a listából, ha tehetik, akkor kiválasztani valamit, és vinni nekik. Nyarany tárgyi dolgokra. Igen, például, amit most ott délőtt nekem elmondtak, hogy ilyen festékpatron, vagy mi a fene, ez én nem tudom, hogy graffitis. Festékszóró. Festékszóró, köszönöm. Arra van szükségük, mert valamit ki akarnak írni. Mindig ügyes ellenálló családból származom. Azt akartam mondani, hogy egyébként azért kénytelenek megjegyezni egy picit, vagy félreértetően fogalmaztam, vagy ti értettétek félre. Tehát, mert szerintem szándékosan, és a Sanyi. Én azt mondtam, hogy Vinyánszkijék megijedtek ettől, és kompromisszumkésznek mutatkoznak, keresnek. Ezt mondtam én, azt egy percig nem vitattam, hogy hogy is hívják a jogszabály, meg az ellopás, mind igazatok van. De igenis ők most azt szeretnék, hogy valamilyen formában le tudják fegyverezni ezt az ellenállást, mert ez az ellenállás nekik most nagyon rossz. Amit mondtam, most itt akartam elmondani, most megismétlem magamat, hogy ezzel a kicsi vagyok én, majd megnövök énnel, a színművészeti hallgatók óriási csapást mértek a rendszerre, ezt mindenki dudolgassa magában most egy darabig, mondjuk egy-két évig, mert ez lesz. De ha meg fog nőni az ellenzékiség, az az erő, amelyik úgy, mint a színművészeti hallgatók jelenleg, kicsit alaktalanul, de nagy indulattal, nagy tiszta indulattal, indul előre, hogy eltakarítsa ezt a rendszert. Évek óta mondogatjuk, hogy ilyen apró dologban recsenhet meg a rendszer. Igen, de azért bennem ez olyan, ha nem mondom, hogy az lesz, de ez olyan. Bennem van hiányérzet, és attól félek, miben? Hogy van bizony, nem is kicsi. Mondjad. És azért félek, hogy szorgos népünk mindig is pici marad. Megmondom, hogy miért. Hogyha a többi egyetem is hasonló módon a diáktársai mellé állna, azt hiszem csak a szegediek próbálták meg, valami Molinóig tenni. Nem, például a Képzőművészeti Egyetem melléjük állt, például a Marosvásárhelyi média. De nem így, ugyanígy kéne. Az ENTE-nek a média tanszéke. Az recsen is lenne, ha hasonló módon én látok ilyen tendenciát is. Ez, amit mondotok, ez szerintem megengedi, mind a kettőtöknek van igazsága. Nem tudnak úgy mellé állni, tehát nem másnak az, mint egy országos egyetemi sztrájkot. Erre ez jól hangzik, de ez a fejetlen lábság állapotában van. Senki nem vezetni, senki nem tudna meg, hogy miért, mit az agrári hallgatók, miért
tüntessenek mondjuk a színművészeti, mert itt egy dolog van, az, hogy fejben kell felfognunk, hogy ez, ahogy egyébként Sándor jól elmagyarázta, mindnyájunkkal megtörténhet, nem engedhetjük meg, hogy veletek megtörténjen, ráadásul ti már nem is az elsők vagytok, hanem mondjuk az ötödikek, ezt fejben kell tisztázni. Ebben a színművészeti főiskolások nagyon sokat segíthetnek ezekkel a jó kis performanszokkal, nagyon jó néhány perces kis filmeket csináltak, amikben ezek nagyon jó benne vannak. Én csak azt akarnám mondani, hogy Sándor, teljesen jogos a felvetésed, hogy a többi egyetemért nem tüntet, de hogy ez olyan, hogy hirtelen akkor most mindent szeretnénk, tehát hogy legalább történt egy lépés, hát ismerjük a saját népünket, meg a nemzetünket, meg az elmúlt 10 év történelmet, önmagunkat, és hát nem vagyunk ebben tényleg élenjárók. Viszont én tapasztaltam a saját doktori iskolámon, hogy egyébként a rendszerrel teljesen elégedetlen. Büszkék vagyunk rá, hogy jártál oda. De hogy a kritikus, valami nem a sajátom, hanem ahol jártam, hogy a kritikus, az ellenzéki tanárnőm ki nem állhatott engem és megalázott, ahol tudott, ahelyett, hogy támogatott volna és mögém állt volna, hogy ilyen Katalin, lehet, hogy most elsősorban nem a doktoriddal foglalkozó, hanem politikai tevékenységet végzel, tehát hogy ilyen a rendszerünk, ilyen megalkuvó tud lenni, de örülök, hogy azért vannak kivételek, és hát ha előbb-utóbb ez lesz a trendi. Az a helyzet, hogy baromi kínos helyzetben vannak azok az egyetemek, amelyek nem szólaltak meg. Már bocs. Hát ugye ez a vita, amióta zajlik, mindig párhuzamosan azt látjuk, hogy nagyon, mindenki megpróbált meglapulni. Egyrészt, hogy személy szerint, mint közösség, vagy mit tudom én, az ott dolgozó tanszéki munkatársak, kollégák, oktatók, hallgatók, hogyha ők beúzzák a fejüket, akkor egyrészt megúszszák, meg nem lesz ebből az egészből olyan nagy baj. Meglepő egyébként számomra, hogy pont azok színészek, hát most kezit csókolom, az a hatalmi és közgazdasági logika, ami emögött, a história mögött húzódik, az mondjuk egy közgazdás számára nem kellene, hogy teljesen nyilvánvaló legyen. Jó, ők nagyon az elején, jelentős nemzet, nem ők, a hallgatók képzőnk nem tudják, hogy ezt ők meg fogják szívni, jelentős nemzeti vagyonhoz jutottak, hiszen a Corvinus Egyetem, illetve a mellette lévő tehetséggondozó alapítvány, ez olyan irdatlan vagyontömeget kapott a MOL-tól és a Richtertől, pontosabban konkrétan azok a személyek, akik tulajdonolják, hölgyeim és uraim, a jövőben azokat az egyetemeket, a közgazdasági egyetemet például, és ahova majd az önök gyerekei szeretnének járni, de nem fognak, mert nem lesz rá lóvé az állam, amennyiben kegyeskedik valamennyit oda betenni államilag megfinanszírozott egyetemre. Annyi lesz meg egyébként az egyetemi autonómiának fucs meg egyebeknek, hiszen az autonómiát biztosító intézményeknek, szenátusoknak, hallgatói önkormányzatoknak semmiféle beleszólásuk nem lesz a jövőben azoknak az egyetemeknek az életébe, amelyeket átvettek, és hiába mondják, mert hogyha külföldön is vannak alapítványi egyetemek, na de azoktól még, hogy ugyanaz a szó más nyelven mondjuk alapítványt jelent, az nem jelenti azt, hogy egyébként annak a tartalma és annak az intézménynek a logikája és rendszere egyetemi és autonóm, ahogy Európában középkör óta, igazából az, ami Magyarországon történik kivételesen, és csak annyit akartam kinyomni, hogy sajnos itt ők most nagyon jelentős lépéshátrányba kerültek. Tehát egy picit kínos azért, hogyha most ébrednek föl, egyetlen egyetemet leszámítva a kolozsvári egyetemet. Vásárhely, nem? Vásárhely talán. Na, mint hiszem, a rektorra gondolsz, aki... Nem, ott az egyetem tokkalva, igen, a rektorral, meg ott az egyetem, igen. Na, és egy megjegyzésem, hogy legyen egy általános jellegű. A hócipőm tele van ezzel az ócska dumával, és iszonyú kártékony. Az, hogy ócska, az egy dolog, de milyen kártékony, hogy annyira örülünk, hogy csak ők csinálják, és nem telepedik rá senki. És hogy a politika távol tartja magát ettől a izétől. Hát mi a túró a politika, hanem ez? Könyörgöm, a magyar bénultságnak, tehetetlenségnek, az utolsó 30 évének az egyik legfontosabb akciója ez a nagyon ócska, nagyon kártékony szemlélet.
Így jutottak ezek az emberek ide. Ezek a színészek, ezek a színművészek, és most sokan, akik kínálnak, meg a vidnát ki a pofájukba tolta, hogy ők nem a nemzet részei, most azért lettek nemzeten kívül rekesztve, mert kussoltak végig, amikor egyébként másokkal csinálták azt, amit most velük csinálnak. Ez a helyzet. És mindaddig, amíg ez így lesz, nem lesz itt olyan tömegmozgalom, meg olyan, hogy is mondjam, népi mozgalom, ami a politikai szándékok mögé fog állni. Képviseljék azt magukat civilnek nevezők, vagy bármely pártok. Mi más a politika lényege? Mit jelent a politika, ha nem azt például, hogy mit kell csinálni egy vírushelyzetben, vagy mi történik a nemzeti vagyonnal, vagy mi történik a magyar kultúrában? Véresen politika. Abból a szempontból bizony, azt egyetértek veled, hogy a pártpolitikus nem kell nem egy megvetendő állatfajnak kellene tartani, és kell ennek becsülete rangjának lennie, de én azért azzal nem értenék egyet, mert jelen helyzetben az lehetne, és sokszor eddig az volt, hogy történik valami, valakik dolgoznak valamiért, és oda jön pártpolitikus, egyébként nem csinál semmit, és akkor úgy rátelepszik. Tehát az helytele, most nem akartam. Én nem mertem mondani ezt a igen, szót, tehát, hogy ez nem jó, olvasó, de hogyha az ellenzéki politikus... Azzal egyetértek. Na ez. De ne haragudj, de ez az egész generálisan rá van vetítve az egész magyar politikára, és teszi passzívvá az izét. Az, hogy valami, hogy létezik ez, hogy a Gyurcsány összegyurcsány, az egy más kérdés. De az egy másik dolog, hogy akik hitelesen dolgoznak egyfolytában, mondjuk, hogy Széldetti oda megy, akkor én azért nem sikoltok föl. Mondjuk, hogy nem is pártpolitikus. Na jó, igazad van, de mégiscsak parlamenti képviselő. Tehát, hogy vannak olyan hiteles személyek, akik nem rontanak el semmit, de vannak, akik nem biztos, hogy odavalók. Senki nem olyan hiteles, Katika, ez egy illúzió. Hát, aki dolgozik, annyira? Az dolgozik, ha hibázik is. Hát jó, te figyelj ide, ez nem az utcakövezés. Nagyon fontos egyébként az utcát politika, is kövezni. A politikai szakma. Annyit ez. Hát, hogyha szakma lenne, ez a világ legegyszerűbb dolga lenne. Azért mégis egy mondatot hadd tűzzek hozzá, sőt két fél mondatot. Az első úgy szó, hogy a színművészeti hallgatók és az egyetemisták elgondolkozhatnak azon, hogy mi történt a tudományos akadémiai rendszer szétverésével, és hogy azután most kiderült ugye, hogy az Otkában felülírták a szakmai döntéshozatat ki három fideszes szimpatizáló tudós kedvéért. Ugyanezt történik a művészetekben is. Kiderült, hogy mostanában nem az fog számítani, hogy ki tud jól rendezni, stb., hanem azt, hogy kinek ki mögött áll Fidesz, vagy kit szeret a Fidesz. Ez egy nonsens. Hát azért mondom, hogy nonsens, mert egyébként Vidnyánszky Attilát is tönkre teszi. Igenis aláhúzom, hogy életem egy legnagyobb szerint színházi élménye a szarvassá változott fiú volt. Lelkem még megrendített. De nem értem, hogy lehet egy ember, akiben ilyen művészi adottságok vannak, ilyen elképesztően otromba a magyar kulturális életben. Ez nem az én problémám, ez Vidnyánszky Attila problémája. A lényeg az, hogy szétbarmolt valamit, amit teljesen értelmetlen, mert egy alkotó művész tudja, hogy teremteni kell, és nem szétverni. Nem értem, hogy miért csinálják. Az mekkora poén volt, arra gondoltok az ATV interjúban, amikor azt mondja, hogy azért nem járt le Kaposvárra órát tartani, ezt mondjuk nem se vette észre az interjúkészítő, hogy a diákok ne legyenek annyira leterhelve. Mi van? Nem, a diákok oda mentek. A színművészetére nem járt be órátokat adni a Vidnyánszky. Kaposváron se adta le az óráit? Hát mondjuk ez az alap. Tehát ez az alap. Nem, azért mekkora poén, mert akkor megbeszél, na minden nem ragozom, értjük. Hát szerintem, hogy összeszarom magam. De azért még egy mondatot, hogy muszáj. Nem, mert amit Kati mondott, abban annyiban az a lényeg, hogy a magyar társadalom egyetlen mentsége, ezt a teljes politikai elitet elzavarja 2022-ben. Hától cettig, az összes most ott ülő pártot, mindenkit. Ez így egy napig nem mehet tovább. És ebben a 200 fős országgyűlésben jó esetben 10 ember van, akinek van ott helye. A többit ki kell onnan rakni. Ez 2022-ben mindenkinek a kezében lesz ez a lehetőség. Hogyan lesz ez a lehetőség a kezében? Hát úgy, hogy föl kell épülni a magyar társadalomnak újra egy új politikai. De te erre most 2020. szeptember, nem tudom, hát harmadika vagy negyedikén. Ez lehet, halálos feladat, de nem lehet megúszni. Különben végünk. Hát ez a társaság ezt tönkreteszi, ellopja, kisigereli az országot. Az, hogy ebben a mostani elit, vagy micsoda, a mostani ellenzék jelentős
szegmensei segítenék neki. Arra nagyon jó példa, amit megemlítettél, nem tudom, hogy sor kerül rá, hogy a 168 óra főszerkesztőt azért rúgták ki hip-hop, mert megszegett egy szabályt, amit a 178 óra tulajdonosa, nem akarok ugye antiszemita színben feltűnni, na de mégiscsak a magyarországi zsidóság kezében van, ugye tudvalevőleg a 168 óra, megállapodott a kormány, amit nem lehet csinálni. A rúzsa megszegte, ki is lett rúgva. Átléptünk erre a témára? Műsorvezető úr. Is ezt akartam, nem, de egyébként csak annyit akarok mondani, hogy nem a magyarországi zsidóság kezében van, csak a zsidóságnak az egyik szervezetek. Pontosan, jó, én is ezt akartam az esemlókhoz köthető rész, igen. De akkor ne hagyd abba, akkor most viszont... Akkor most aztán már lökjed. Hogy amíg az átlag emberek jó része azt hiszi, hogy ellenzék az valójában Magyarországon egy színházi szereposztásnak a része. Nem ellenzéki az ATV, tessék kimenni az utcára és megnézni, hogy a kormányzati tulajdonban levő reklámplakát helyeken hirdeti magát az ATV. Csak nem gondolja valaki, hogy ez véletlen, pusztán üzleti, nem ellenzéki a Népszava, ugyanúgy benne van a Fidesz a szerkesztésében, nem ellenzéki a Klubrádió, nem ellenzéki a 168. A Népszavában megszámoltam egy alkalommal, egy napon, volt olyan nap, hogy 5 vagy 6 egész oldalas kormányzati hirdetés volt. Persze, és meg van mondva, hogy van, aki ezek után csinál. Abban ringatja van, magát, hogy persze. A Népszava az egy független... Havas Ernest azt hitte, hogy az ATV ellenzék, írt egy könyvet Vanna Gáborról, és nagyon gyorsan megtanulhatta néhány perc leforgás alatt, hogy mi, hol van az ellenzékiség. Hát így van. Két megjegyzésem volna. Szóval annyiban szakma politika, hogy nem olyan hülyeséget ne beszéljen, hogy 2022-ben egy választási aktussal el lehet zavarni a komplett ellenzéket fizikailag, és lényegében is mindenféle szempontból egyszerűen lehetetlen, mert amikor oda megyek szavazni, valakire szavazok, illetve valakit ezzel persze kirekeztek, de lényegében az eléggé nehezen elképzelhető, hogy arról fogsz 2022-ben a szavazás szólni, hogy senkit nem engedünk hát olyan be a rubrika parlamentbe. Nem lesz, Sanyi, hogy ezek igen. Közül egyiket sem. Se. Te ez, illetőleg ez egy érvénytelen szavazás lesz. Igen. Janom, ez ennyiben egy szakma. Tehát kedves magyar honfitársak, nem lehet azt megsporolni, hogy rettentő sok munkával, meg részvétellel, meg pártokba, szakszervezetekbe való belépéssel, tagdíjfizetéssel bizony nélkül nem fogjuk megúszni. Hát ha csak nem akarunk egy egypárti totalitárius, kinek ízlése szerint bolsevik jellegű, másnak fasiszta jellegű hatalom fog megmaradni. Ez az egyik dolog, a másik dolog, hát mondjátok azt, hogy egy opportunus izé vagyok. Hogy mi vagy? Én szívesen mondok bármi rosszat. Jó, egy csúnyábbat akartam mondani, de hát... Öregettük, hogy nem. Na szóval igen, nem, igen, most megdomáltuk. Már egyszer mondtam csúnyát, tehát gondolhatok, amit akartok, mindenki azt gondolom. Amit. Nem nagyon szeretem egyébként, hogyha a médiumokban fikázzuk a társmédiumokat. Akiknek az ellenzékiségével lehet bajunk, de az a helyzet, hogy minden olyan személynek és az írásainak, ahol sok-sok ponton ezekben a médiumokban nagyon egyértelműen megjelenik az a szándék, ami mondjuk teljesen nyilvánvalóan helyén való, ha úgy tetszik itt a szabadságaink maradékát vívva, hogy igen, hogy minden maradék lehetőséget kihasználok arra, hogy elmondjam, el tudjam mondani a véleményemet. Én emlékszem arra, amikor nagyon hiteltelennek tűnt, hogy az akkori Népszavát lényegében Simicska Lajos tartotta életben, és kétségbe vonták sokunk autonómiát ezzel kapcsolatban, különösképpen a Népszavának, mint olyannak egyáltalán az autonómiáját. Úgyhogy komolyan mondom, sok szempontból, nagyon sok szempontból zavar, és lehet, hogy nincs igazam, sőt, valószínűleg nincs igazam, de akkor csak ezt tudom mondani mindenkinek, hogy nem mondod csúnyát. De nem, Sanyi, figyelj, de ez a
És akkor itt vagyunk mi, és akkor megmondjuk a tuti ellenzékiséget, mert mi olyan nagyon fasz a gyerekek vagyunk. De hogyan már? Ugyan már, és hogyha nagyon mélyen belemennénk abba a társadalmi szövetben, ami azért mi, egy csomó helyen fenntartja, vagy lehetővé teszi a szabadság pici kis köreinek, vagy egy-két szabad embernek a megjelenést, és most ne gyertek nekem a Facebookon, meg nem tudom micsodával, hogy persze mindenki írhat, amit akar, és akkor azt majd elolvassák, meg itt mindenki már az internetes és digitális térben van, mert egy frászt van. Na mindegy. Szóval ezt akartam zavarosan kinyírni, mert egyszerűen javaslom, hogy egyszer beszéljük meg sör mellett, vagy nem tudom, engem zavar, amikor nagyon sokszor van ilyen indulatom, és kapcsolom el, vagy dobom ki, vagy nem tudom, de ezt most nem lehet. Sándor, tehát nem feltétlenül, egyrészt nem vagyunk újságírók, tehát véleményformálóként elmondhatjuk a véleményünket, másrészt viszont... Baromi ártatlanok vagyunk. De nem az a lényeg, hogy nem feltétlenül, tehát hogy nem feltétlenül az emberekről mondjuk el azt, hogy XYZ az korrupt, vagy a kollaboráns, vagy bármi, hanem a rendszer maga. Tehát, hogy maga egy intézmény, hogyha mondjuk az ATV-ről van szó, akkor nem azt mondjuk, hogy aki benne dolgozik, az mind elvtelen, hanem hogy viszont maga a rendszer és a körítés az rémes, amiért ugye természetesen a főfelelősség a hatalmat terheli. És ugyanakkor viszont szerintem nyilván az egyházakban is ez a legvisszatetszőbb, amikor teljesen erkölcstelenül akarja akár papolni az erkölcsről, tehát hogy nekem nincs jogom emberként ítélkezni a másik fölött, mert én is gyarló vagyok, de elmondhatom a véleményemet, hogy én nekem az eszményem más. A magyar egyházak szinte kivételnél, hogy több a vonóval átkozik minden részletében, minden ponton korruptat. Hát ezt mondom, ezért mondom, hogy visszatetsző. Én szerintem meg ez túlzás. Hogy átkozik, ez túlzás. Ugyanúgy túlzás, mint az ATV-ről. Tudok most öt embert, vagy hármat, akit kivágnak ugye az egyházból meg vissza. Tehát jó, de Sándor, tehát ez ugyanaz, mint az ATV, maradjunk annyival, hogy nem rosszabb a katolikus egyház, mint az ATV, de csak be akarom fejezni, hogy már elfelejtettem a gondolatmenetet, de a lényeg az, hogy nekem lehet olyan eszményem, van ilyen témánk? Várjál, ez neked is fél, hogy rosszabb, de a katolikus egyház. Te már nem vetted észre. Te úgy vagy vele, nem úgy vagy vele, mint az SFE, akik észrevették, hogy már Vidnyánszky a műsorvezető. Te nem vetted észre, hogy már a Kati a műsorvezető. Beszélhetünk végre erről a családi képről? De még csak a Rózsa Péterre akarok visszatérni, hogy én elmondhatom az eszményemet, ha nekem az Index szerkesztőség az eszményem, ne mondja, ne várja el tőlem senki, hogy azt mondjam, hogy nekem a Rózsa Péter az eszményem. Csak ezt akartam mondani. Elmondhatom a véleményemet erről a képről? Tehát ugye megjelent a 168 óra sztorinak az a lényege, hogy megjelentettek egyébként akár odaillő, akár nem odaillő, akár azt mondom, hogy még a sztorin belül elfogadható módon egy fotót, amit maga Orbán Viktor tett ki a honlapjára. Én egyébként, ha én lennék a 168 órának a szerkesztő, mint ahogy hála Istennek nem én vagyok, én valószínűleg nem tettem volna bele, de nem vitatom el a 168 óra szerkesztőinek a jogát ahhoz, hogy egy olyan fotót, amit Orbán Viktor saját megetett közzé a gyerekeiről, azt utánközöljék. Én ebben nem látok ízléstelenséget. Jogilag főleg nem, mert ugye tegnap a Klubrádióban ez a Milkovics nevű úr elmondta a Bolgár Györgynél, hogy jogilag nem ő sem lát, egyszerűen erkölcsileg tartja ezt nem helyesnek. Tehát ez egy Orbán Viktor saját maga által készített és az ő kérésére megjelentetett fotó a családjáról. Ezt utánközölni szerintem egyáltalán nem problémás. Egy szándéka is ez egyébként az ő részükről. Hogy tehát azért tesznek ki ilyen képeket, akik kiteszik, közszereplő különösképpen, hogy egy nézegessék, ez a nyilvánosan nézegethető. És rokonszenvesé váljanak. És rokonszenvesé váljanak. Tehát akkor mi lesz a 168 órával? A 168 órát elkezdték bedarálni. Ennyi történik. Szerintem az történt, hogy ez a Milkovics nevű úr, illetve nyilván nem ő, hanem a beosztottjai, már hetek óta, vagy hónapok óta nézegették, alaposan, nagyító alatt, minden egyes lapját átlapozza a 168 órának, hogy hol van olyan, amivel bele lehet kötni. És most ezt megtalálták, amit mondom, én valószínűleg, ha én szerkeztem, én se raktam volna be, de nem vitatom el a jogát a 168 órának, hogy megjelentessen egy olyan fotót, amit Orbán Viktor saját maga tett közzé korábban. Tehát köszönöm. Szép lassan átszabják itt a kultúrát, szép lassan átszabják az ellenzéki sajtót. Már az átszabás alatt azt értem, hogy bekebelezik. Ami viszont nem szép lassan fog történni, az a koronavírus.
második viszont, hulláma. Viszont mielőtt tovább akarsz lépni, hogy azért... De nem, muszáj elmondani, mert a Janó nem fogalmazott pontosan. Tehát a Milkovics az nem a köves lomó. Tehát ugye itt egy új tulajdonosi kör van. Bocsáss meg. Tehát itt szimbiózisban van. Ezt mondta, belépett egy új tulajdonos. Tehát maradt az EMIH is, a Egységes Magyarországi Izraeli Hitközség tulajdonos a 168 órába, de a Pesti Hírlapot úgymond egyébként összevonták a 168 órával, és megjelent egy új tulajdonos, akinek egyébként a politikai, szakmai, befektetői elérítette egy egészen más történet, mint amilyen az EMIH-ért. Azért tessék tudni, azt, hogy a Milkovics honnan jött, hová megy, én ezt nem tudom. Egy dolog biztos, hogy annál rosszabb, mint hogy megjelent az Orbán és a NER a 168 órába, mert annál már tényleg nem tudok rosszabbat nagyon feltételezni, mint hogy az új tulajdonos, az új vezérigazgató megpróbálja kitalálni, hogy mi zavarja Orbán Viktort, és önként és dalolva tesz meg ilyen lépéseket. By the way, a szakmai előértelmetem alapján azt mondom, hogy ez csak egy ürügy volt, hogy kirúgja a Rózsa Pétert. Akkor már én is egy fél mondatot hozzáteszek. Azért itt az is érdekes, hogy ha már valaki tényleg átnézi a tulajdonosi háttért, hogy ez a bizonyos üzleti kör, ez micsoda elképesztő hiányt termel most már évek óta. És mennyire nem fizetik ki az alkalmazottakat? Hogy mert ugye ez már a második köre a 168 órás. Bocsánat, sem. De igazad van, de erről nem is tudtam, hogy az alkalmazottakat nem tavaly ősszel volt egy nagy felmondási hullám, amikor olyan kiváló újságírók, mint például Onodi Molnár Tóra, vagy mások elmentek a 168 órával, ettől egész egyszerűen azért, mert hónapig nem kapták meg a fizetésüket, és igen, nekik igen. Is enni kell valamit. Tehát igen, ez a második hullám a 168 óra bedarálása. Valaki bevásárolja magát 20%-ban, ugye itt a Milkovics, 20%-ban tulajdonos, és körülbelül egy olyan cégbe, ami évek óta milliárdos hiányokat. Az a szörnyű, hogy most összeállt végül is két olyan ember, vagy két olyan cég, amelyik egyébként a városi legenda szerint, de konkrét hírek alapján úgy tűnik, hogy egyébként jellemzően is visszatérően nem tud fizetni. Tehát, mint amikor a meddő tehén találkozik a magtalan bikával. Nagyon érdekes lesz, hogy mi fog ebből kijönni. Ez szép volt, ezt föl fogom írni. Költői hasonlót. Jó, covidozzunk, mert szerintem nagyon-nagyon fontos. Biztos önök is úgy vannak vele, kíváncsiak itt az asztalnál a többiek, hogy vannak vele. Az első hullámban nem ismertem senkit, aki ismert volna valakit, aki covidos volt. Most már az én családomban megjelent, van negatív tesztem, kettő is, és mindannyian ismerünk szerintem a környezetünkből, aki már átesett, vagy most beteg éppenséggel, és szerintem még a legelvetemültebb Karc FM betelefonálók sem értik azt, hogy nyugatról nem lehet bejönni, a visegrádi országokból, ahogy egyébként ugyanúgy emelkedik az esetszám, onnan be lehet jönni, Európa Liga, illetve Szuperkupa döntőt lehet tartani, színházakat bezárnak, azért, mert a függönytologató covidos volt, meg egyáltalán mi zajlik. Nem értjük azt sem szerintem teljesen, hogy mi van az iskolákban, ott mi lenne a protokoll. Én annyit elmondok önöknek, hogy a lányom, az egyik lányom covidos, és nem tudta neki megmondani a körzeti orvos, aki egyébként rendelkezik a hogyan továbbról, hogy mit kéne csinálni. Fogalma nem volt. Fogalma sem volt. Körülbelül így néz ki egyébként a víruskezelés Magyarországon. Jól van. De rosszul volt, de jól van most már. Tehát mire várunk? Mi fog most történni? De egyébként ez a határ kérdés, ez nem a János véleményét támasztja alá, hogy most így az ördög ügyvédje legyen? Hát arra, hogy az ellenzék is alkalmatlan. Hát ez annyira az embereknek húsba vágóan a mindennapi életüket megnyomorítja, meg szörnyűvé teszi. Én ugye győriként látom a ezernyi ingázó ismerő, Ausztriába ingázó ismerősömet, páran már Szlovákiába is ingáznak, lábjegyzet vége. Romániába is. Győrből nem. Jó, onnan nem. Hogy tényleg olyan emberek, akik eddig nem foglalkoztak politikával, elemi erővel háborodnak föl. Ezt az ellenzéknek nem kellene ezt apró pénzre tudnia váltani?
Ez egy jogos kérdés. Nem tudom egyébként, hogy miért nem, meg ilyenkor tényleg flashmobokat, vagy nem tudom mit tervezni. Ez ugyanaz, most beszélgettünk idefele a műsor előtt, hogy a luxusjaktos botránynál is, nem tudom, ájultan nézte az ellenzék azt a hatalmasat. Ha Fidesz lett volna, akkor, mint ahogy a Liba, mindenhol libáztak, ahol megjelent Bajnai, mindenhol kellene egy kis plusz luxusjakt, ahol megjelenik Szijjártó. Nem tudom, hogy most mit csinál az ellenzék, lehet, hogy pihen. De néha nekik is kell, és nem tudom, hogy miért nincsenek akkor hogy a legyen az ellenzék egy jaktot, kössön ki ott a bentéren a Dunán, és akkor... Menjen a Dizsi és a fekete pákószám, de hogy visszatérve, egyébként izgalmas ez a... Ez jó, pont, ez jó, és lenne performance-nak is. Na hát, ingyen adom ezt az ötletemet, de hogy visszatérve nem arra, adjuk hogy... ingyen, tehát ja, számra számra... Fogok tudni számlázni, de... Katás vállalkozó, vagy kata? Még nem. Bocsánat. De hogy nagyon magasabb vagyunk ma, de hogy... Igen, én is érzem. Visszatérve arra, hogy egyébként eddig most már olyan ismerőseink lesznek, akik tesztelve koronavírusosak. Eddig olyan ismerőseink voltak, akik nem tudták, olyan tüneteket mutattak, mint a koronavírus, de nem tudták magukról. Tehát szerintem ennyiben változott, mert én most is beszéltem egy lelkész házaspárral, elmondták, ugyanolyan tüneteik voltak, soha nem voltak még olyan rosszul, de másokkal is hallottam, de hát sehol nem lehetett látni egy élő embert, aki tesztel van, tehát hogy legfeljebb ebben hát változott. Most sem nagyon egyébként. De most talán többet tesztelünk, tehát jobban tudatosabb az állam, talán ebben a kérdésben. Hát mások szerint meg egy hatalmas extra profittal kecsegtető haszon az a nyitja ennek a határzárnak, ugye, mert a kedves aranyos csúkos cégek fognak az eredeti tesztköltség tízszereséért tesztet végezni, és lekaszálják a piacot, nekik teremtették. Szerintem nem, szóval szerint nem tudnak kormányozni ezek az emberek. Hát de megnő a belső fogyasztás, annak nő az áfatartalma, az mind csúszik be. Rákényszerítenek egy csomó embert arra, hogy csináltasson tesztet irdatlanul drágán a baráti cégeknél. Honnan veszik a tesztet? A elképesztő állami beszerzésekből, amiket valahol valaki szent meggyőződésem szerint jutalékért megvásárolt, mert teljesen értelmetlen összeget fizetett ki a magyar állam ezekért az egészségügyi eszközökért, amire épeszű magyarázat nincsen, jellemzően az ellenzék sem nagyon kér, ugye egy-két sajtó szerkesztőség járt utána. Igen. A kedvencem a 888 nevű militáns kormánypárti honlap volt ma, ahol két dolog egyszerre hát van. Hát figyelj, van némi mazoista hallom. Különben az ellenség hangját kell figyelni, mint tudjuk. Tehát ugye arra készülnek a legnagyobb hírközpontok. De azt akartam mondani, hogy a 888-on két anyag van egymás, mert éjjel a kormány már lezárta a határt, kivéve Csehország felől, ugye? Majd az alatta levő cikkben elmesélik, hogy Csehországban tombol a legjobban Európában a koronavírus. És ez nyugodtan elfér, és egyébként ilyen a kormánypárti, vagy hogy mondjam, nem kormány, az Orbán hívő emberek agya, hogy teljesen jól elfér be a egymás mellett két egymásnak homlok egyenest ellenkező tényadat. Be fogják engedni szerintetek ezt a 2000-3000 foci szurkolót? Én nem tudom, hogy befogják-e, azonban egy dolgot március óta biztos vagyok. Tehát amíg nem lesz vakcina, addig őrület lesz. Ez az egyik dolog. A másik nehéz eltekinteni attól a furcsa egybeeséstől, ami érdekes módon Magyarországon a mostani helyzetben a kormány részéről egy fokozott pánikkeltés, miközben egyébként, ha Európába körülnézünk, persze minden zűrzavar van, mert nincsen még az a rohadt vakcina, persze erősödnek az oltás ellenesek is, de minthogyha az a pánik a európai politikában, meg a társ nemzetállamokban nem lenne, mint Magyarországon. Tehát felkészültebbek, az elmúlt időszakban is azzal foglalkoztak, hogy tudták, hogy jön egy újabb hullám, meg hogy nincs a vírusnak vége. Tehát normális országban készültek arra a helyzetre, ami most kialakult. Itt ugye egy egészen más hangulat uralkodik, meg uralkodott, és most úgy szakadt ránk ez, mintha olyan baromi nagy meglepetés lenne. Holott ez nyilvánvaló, amíg nincs vírus, vagy mi az Isten vakcina, addig... Minden rosszra föl kell készülni, ráadásul jön az ősz, korán megy le a nap, depresszió, takonykor, Isten haragja. Ehhez képest ugye az iskolakezdés is lényegében teljesen felkészületlen, érte az iskolákat, a nyarat,
azzal kellett volna töltenie mondjuk az oktatási vezetésnek, hogy azokon a helyeken, mint egy 300 ezer magyar ember családjánál kivigyenek laptopokat, mert hogy a távoktatást, ami valószínűleg elő fog megint kerülni, hiszen jön az influenza kórság is, vigyenek ki azokra a helyekre, ahol egyébként nem lehet távoktatni, mert fizikailag lehetetlenség. Azon kívül valószínűleg azokat a helyeket, helységeket, azt a közeget, azokat a régiókat el kéne látni védekezésre alkalmas eszközökkel. Hát hol van a borsodi faluba fertőtlenítő, kézfertőtlenítő? Olyan drágák ezek a rohadt maszkok még mindig, és ezek egyébként nyilvánvalóan kellenek. És befejezésű lehet, eközben titanokon hegedülnek, akkora rés van a magyar költségvetésben, amilyen, ha lényegében szinte azt mondhatom, hogy fennállásunk óta nem volt. És tehát muszáj pánikot kelteni, muszáj lesz, már, és erre nyilván készül a hozzáértő, már a propagandistáik hozzáértőek, bár mondjuk 100 éves panelekből dolgoznak, muszáj bezárkóznunk. Miért kell bezárkóznunk? Mit javít egyébként a koronavírus helyzeten, hogy itt Magyarországon lezárják a határokat? Annyit, hogy baromi nehéz lesz az áruforgalom. És még tovább fog zuhanni a nemzeti jövedelem. Nem készültek arra, hogy a már egyébként is súlyosan érintett munkanélküliek kell mi legyen. Tehát akármi is történik, egyrészt genetikailag arra vannak kódolva, politikailag arra vannak predesztinálva, a helyzet arra fog őket kényszeríteni, hogy itt szigorítsák az elnyomást, és valamivel el tudják fedni azt a hát most már itt kopogó, hiszen nincs a padláson pénz. Gyerekek, nincs a pal, azért nem tudnak egyébként se. Hitelt vesznek föl. Miközben ugye az ájult közönség azt hallgatta mióta, hogy hát a hit a borzasztó, és akkor mire? Ráadásul egy részét jenben. Okos. Ho-ho, édes csillagjaim. Hát ha valami életveszélyes a világban. Most azt jó lenne tudni, hogy miért, hogy tudták csak jenben fölvenni, és már miért nem tudtak fölvenni. Hát gondolom, mert akik adják, azok látják a valós számainkat. Na de hát az meg a legkockázatosabb adósság ilyenben eladósodni. Úgyhogy hallgassák csak a hegedűt a Titanicon. Én nem tudom, nem fogok menni a csónakba ugrani, én elleszek a kutyáimmal, vagy mit tudom én. Sanyi, két év is ezt mondtuk. És el volt a kutyáival. Hát jó, hát azért főben nem lövöm magam, de... Minden esetre egyébként tegyük jól a dolgunkat, és bátran is mindenki tegye jól a dolgát, mert helyzet lesz, ahol, jó, tehát ahol igen, ránk igen, szakad, igen. Rá, sokunkra, sokakra rá fog szakadni újra, a felelősség. Újra, és még jobban. Újra. Tehát hogy mármint hogy a Covid miatt. Csak azon gondolkoztam, nem, hogy a társadalmi helyzet miatt. Bajnai Gyurcsány kormány 2010 után hogy kárhoztatták ezért a bizonyos hitelfelvételért? Tehát a hitelfelvétel, mint olyan volt, egyébként... Részben jogosan, az volt úgy fókuszba állítva, hogy az a maga a sátán műve a hitelfelvétel. És most ők azzal a közönséggel, akit így kondicionáltak, ők simán oda sétálnak a kasszához, és ahogy Sanyi mondta, jenben. És sokkal rosszabb állandó nyerőtől. Hát de ugyanez a szárnyvonalak bezárása is. Tehát az volt a direkt, a baloldali hazárulók elsorvasztják a nemzetet, megtartó vidéket. Mit csinál drága keresztény demokrata kormányunk? Ugyanezt. Hát, és az senki meg csak villantja a vállát. De azért figyelj, Janó, tehát jobban értesz, azért legjobb tudomásom szerint mondjuk Széchenyi óta azért nem helyes az, hogy a politika fókuszában és a magyar nemzet, ez egy hungarikum, értéktudatának a fókuszában az van, hogy a hitel az egyenlő a bibliai utálatossal. De szerintem egyébként ez egy borzasztó egyszerű dolog, tehát én mondom, káros. Hogy nem, hát háromféle hitel van szerintem, az egyik az, ami kitermeli önmagát, azt szabad fölvenni, a másik, amit felélnek, azt nem szabad fölvenni, a harmadik pedig egy olyan hosszú távú hitel, ami tulajdonképpen én úgy mondom, hogy a lakáshitel az a,
az az egy olyan hitel, amivel embernek szabad foglalkozni, mert élni egész életében kell, és nincs az elején rendelkezésére, nem áll a pénz, hogy a lakását megfizesse. De arra nem a hitel tehet. Az a kérdés, hogy miért veszed föl? Sanyi, mire veszi föl az állam a pénzt? Igen, de mit tehet erről a hitel? De a hitel maga mit tehet erről? A hitel semmi. Szegény hitel ott van, ha akarod, fölveszed, ha nem akarod, nem veszed. Hát a magyar nemzet, a modern magyar nemzet végül is hitel nevű irattal született, ha ezt veszük, igen. A hitel, mert ne haragudjatok, a hitel ugye az a kredit. Hogy kezdődik a hitvallás? Krédó. Tehát azért alapvetően arról van szó, hogy a hitel úgy működik, hogy a társadalmon belül van egy megingathatatlan bizalom a nagy egész iránt. A magyar társadalomban nincs. Tehát a magyar társadalomban a hitel, mint olyan, egy nagy hiány. Az emberek nem hisznek egymásnak, az emberek nem hisznek a kormánynak, azt látják, nem most, de az emberek, ez egy sok évtizedes problémakör. Az emberek azt, a most szerezd meg, most vidd el, aztán utcó neki, szaladjál, tűnj el. Ez van. Na most a kormányok így vettek föl hitelt is sokszor, tehát azért most a Bajnai Gyurcsány kormány ugye hitelpolitikája nem a 2009, tehát ugye amikor megroppant az egész, az IMF hitelről beszélünk, amit előtte, tehát amikor 2006 körül ugye ezt meg a... Meg 2006 előtt is. Igen, azt mondom, tehát a 2006-os választásra rákészülve a Gyurcsányék módszeresen eladósították az országot, rossz hiteleket vettek fel, rosszul költötték, erre mondta Gyurcsány az összedi beszédben, hogy elkúrtuk, ugye ez most idézet volt, nem én beszéltem csúnya. Ugyanez a dolog ma szerintem úgy történik, hogy a kormányzat kitalálta, hogy forintosítja a teljes hitelt, tehát önmagunkat hitelezzük, ami nagyon jól hangzik, csak az a kérdés, hogy mi történik ezzel a hitellel, ha feléljük. Tehát ha ezzel hitel fogyasztási hitel, akkor elfogyasztottuk a jövőnket. Ezt majd én nem akarom most megítélni, nekem személy szerint egyetlen egy érdekes gondolatom van, ugye az állam 0,6, a jegybank 0,6%-os kamatot mond, ugye, miközben az állam 6%-os szuperállamkötvény, tehát 10-szer akkora kamatot fizet, mint amennyit az állami jegybank úgymond mond. A tízszeresség, tehát ugye mindig az arányok számítanak, a tízszeresség az megmagyarázhatatlan. Tehát ez aztán 2% volna a jegybanki alapkamata, 20%-ot fizetne az állam. Nem megy. Tehát valahol ez a dolog, én szerintem egy vabank. Egy teljesen világos, hogy ez egy szerencsejáték. Váltunk témát, vagy mondhatok még ehhez? Mondjál, mert nem nagyon fogunk tudni témát váltani az idő rövidsége miatt, úgyhogy mert most itt bedobok valamit, akkor az élet, akkor meg 20 perc. Csak annyi, hogy ebben nem, az állampapírban nem az a trükk, az állampapírban az a trükk, hogy ne olyanoknak legyünk eladósodva, akik esetleg jogállamiság, egyéb problémák miatt aztán később elkezdenek pattogni, hanem elaprózzuk a hitelfölvételt, és a saját állampolgárainktól vesszük föl. Szerintem ebben ez a trükk. Nem. Ez arról szól, hogy amikor vissza kell fizetni, akkor már nem ér annyit. Tehát mivel én döntöm el, hogy mennyit ér a pénz, amiben fölvetem, Amerika ezt globálisan játsza. Mivel én mondom meg, hogy mennyi a dollár, mindenki dollárban számol, én majd megmondom, hogy a te pénzed mennyit ér. De ez az amerikai világhatalomnak a pénzügyi veleje. Ezt most piciben Magyarországon lejátszák. Lehet, hogy az Orbánék már, bocsánat, röhögnek, és azt adhatnánk 15%-ot is, mert úgyis 18%-kal infláljuk a pénzt. Nem tudjuk, hogy mi lesz. Azt teljesen egyértelmű szerintem, hogy a forint fölötti hatalom, az, tehát már mint a kormányzatnak a forint fölötti hatalma erősen korlátozott, ha megnézed a valutapiacot, ugye nem nagyon tudnak mit kezdeni azzal, hogyha a forintot valahol elkezdik rontani. Már mint ugye, mit tudom én, ezt akartam mondani. Az a helyzet, hogy amúgy azért az se ördögtől való, mondjuk, hogyha egy állam jellemzően a saját polgárainak van eladósodva. Mondjuk, mit tudom én, a japán stabilitásnak az egyik nagyon fontos tényezője 200-valahány százalékos eladósodottsággal, hogy az állampolgárainak tartozik. Vagy például, mit tudom én, amikor volt a nagy dél-koreai összeomlás, akkor például a dél-koreai állam és a dél-koreai gazdaságot a lakosság hitelezte meg. Nyilvánvaló külső erőtől fölvenni hitelt, az, mint ahogy az egyszeri hitelfelvevőnél is, egy alkut képe kell
létrehozni, ahol a hitelfelvevő, vagy a hiteladó nyilván akarja látni, tudni, hogy mi a garanciája annak, hogy vissza is kapja a lóvéját, és ráadásul némi haszonnak. Ha magammal, vagy a választóimmal, vagy állampolgáraimmal kell megalkudni, akkor azért az egyszerűbb nyilván mindenféle tekintetben. Úgyhogy én azt tartom egy tökéletesen életveszélyes dolognak, és ennek minden összetevőjével és ideológiájával egyetemben, ha és amennyiben mondjuk azt, hogy egy állam adott esetben hitelről beszél, vagy kamatról, vagy pénzpiacról, akkor arról, mint valami rettenetes dologról és valami dögletes, mély állami háttérhatalmi játszmáról beszél, mert azt már láttuk, hogy hova vezet, különösen egy olyan ideológiai környezetben, amiben most is vagyunk, és amit most produkál ez az állam és ez a hatalom. Ellenben viszont azt aggályosnak tartom, igen. Tehát a hitel az önmagában nem tett semmire, de miért is kell nekünk most hitelhez folyamodni? Egyrészt egyébként a lakosság elkezdte kiszedni a saját pénzét az állampapírból, mert fogyik neki a pénze. Azon kívül meg itt jut az vissza, amit mindig meg szoktunk kérdezni, hogy miből csinálják, mert szórják a pénzt emberek, miközben ez a szörnyűség van, és ugye nem tudtunk beszélni Iványiról, meg elveszik Ritók Nórától a 8 millió forintját, ekközben a teniszszövetségek oda nyomnak 2,5 milliárd forintot, csókolom, mert hogy az a szerencsétlen szűk idő akkor a balfék volt, hogy ebben az országban 2,5 milliárd. Vagy, amikor jöttem, miféle erkölcsi színvonal, már bocsánat, hogy erkölcsről beszélek meg egyáltalán. Itt jövök el nap, mint csütörtökönként a Sorsok háza mellett. Most az egyébként, hogy 4,5 milliárdnyi összeg állít vasban, betonban, az is elképesztő. És nem kérdezi meg senki, senkitől, hogy kezdj csókolom, mégis Orbán, te milyen gazda vagy, csezd meg! És hogyha elgondolkodtam ennek a szimbolikáját, szóval ezek vagyunk mi. Kőben, vasban, csak nincsenek ott emberek, nincs emlékezés, nem tudunk semmivel, nincsenek a nemzetnek, nem nemzet, nincsenek a nemzetnek emlékezett politikája. Szerintem a Sorsok háza szépen leírja ezt az egész szisztémát, amely adott esetben egyébként gátlástalanul vasba és betonba tud önteni építményeket, de a lelket nem tudja belerakni, mert nincs neki lelke. Nem tudnak megállapodni. Ki? Nem tudom, nem is érdekel. Arról, hogy a Sorsok házában a gyermeke, az elhurcolt gyermekek emlékére mi legyen egy épületben. Hát miféle népség vagyunk? Most a józsefvárosi pályaudvarról beszélsz, ugye? Arról beszélsz. Annyit engedj meg, hogy túl sok minden jutott eszembe, ne arra, ugye egymást írtották ki. Egy rövidebb dologra, de egy kicsit humorossá fordítva, hogy milyen jó lenne. Igen, de nem a Sorsok házát akarom humorosra fordítani, hanem még az eladósodást, hogy az állampolgároknak lenne eladósodva a magyar állam, mennyire szuper. Adófizetők úgyis, az adófizetőknek úgyis eladósodhatna a magyar állam, hogyha Mészáros Lőrinc felvásárolna hatalmas nagy állampapírokat, mert hát ugye Mészáros Lőrinc a mi pénzünkből gazdálkodik, úgyhogy alig várom már, hogy a Mészáros Lőrincnek ilyen döntést hozzon. Nekem egy bonyolult volt, hogy a HVG nemrégiben kiszámolta, ugye, hogy az Európai Uniótól az Orbán kormány fennállása alatt naponta 3400 millió forintot kapott, 3,4 milliárd forintot naponta. Ebből megy ez a dinomdánom, ez a vidéki kocsmai mulatozás, amit itt kormányzásnak neveznek. Ez a napi 3,4 milliárd. Ha az Unió ezt véletlenül elzárna ezt a pénzcsapot, 2 hét alatt mindenki szembesülne azzal, hogy mi folyik. Legyen ez a végszó. Köszönöm, hogy megtiszteltek minket, viszontlátásra!